annyira nagy füstfű, annyira nagy fekete füst volt, csak idáig mertem kijönni. Mert nekünk is a házunkat betelítette a füst. A tűzoltók kiérkezésekor a lakóház egyik 9 négyzetméteres szobája teljes terjedelmében égett. A lángokat sikerült hamar megfékezni. Az épületben egy ember tartózkodott a tűz idején, azonban a gyors beavatkozás ellenére az életét már nem lehetett megmenteni. Én vettem észre este 5 órakor. Igen. Hogy be elemlámpa, valami lámpával világított, most aztán már ilyen vörös valami jött kifele, meg a füst, aztán úgy szóltam én Misinek a vízvezeték. Itt a víz, vizesnél van Misi, azt ő jött, meg én telefonáltam a tűzoltóknak, meg Misi is, szaladtak, aztán jött egy másik ember, Deli Zoli, azt ketten poroltóval oltották, hát én ennyit tudok mondani. A rendőrség mentő minden jött, de hát késő volt. Annyira nagyon-nagyon fekete füst jött, hogy nem bírtak bemenni. Már mikor bementek, késő volt be, azt mondják, ebbe ült a bácsi egy piros fotélba, amely kiégett. A tűzoltók az épületből 2 gázpalackot kivittek. Nem zárható ki, hogy a tüzet egy fűtőeszköz okozta, de a pontos kiváltó okot a tűzvizsgálat fogja tisztázni. A legtöbb lakástűz nyílt lángra, elektromos problémára vagy fűtési hibára vezethető vissza.